Üdvözlöm Önöket! Vendégségben Kajsza Bélánál jártunk, aki a neve által filmjelzett kvartettben saját fiaival játszik együtt. A kérdésfeltevésekor, miszerint öröklődik-e a zene, még nem sejtettük, hogy beszélgetésünk nem várt irányt vesz. Üdvözöllek! Öröklődik a zene? A zene tulajdonképpen azt gondolom minden embernek meghatározza az életét, és hogy öröklődik vagy nem öröklődik, ez igazából nem tudom én megfogalmazni, de azt gondolom, hogy az ősembertől kezdve, amikor megütötte a két csontot, onnantól kezdve az emberiség életét végigkíséri a zene. Hogy ez családon belül hogy változik, mennyire, milyen mélységbe jön elő és öröklődik, ez talán egy vizsgálat tudná eldönteni és bizonyossá tenni. Nálunk, a mi családunk az egy zeneszerető család volt. Szüleim is gyerekkoruk óta, vagy kiskoruk óta szerették a zenét, bár nem művelték, bár édesanyám, amikor óvónő képzőbe került, onnantól, hogy óvónőknek kötelező a zene, és akkor furuljálni is tanult, és hát furuljázott a kis óvodásainak, meg bizonyos szinten valami kis gitár tudománya is volt neki, bár azt elhanyagolhatom. Az ő hatásukra kezdtél el zenélni? Az ő hatásukra volt nekem az első élményem, amikor 6 éves voltam, és Bártaszékre kerültünk, mert kalandos életúton kerültünk Bártaszékre. A megyeházán, a régi megyeházán voltak koncertsorozatok. És a Tátrai Vonos 4-es a Pisztrángötöst adta elő Fischer Anni közreműködésével. És nekem ez volt az első igazi zenei élményem, tehát ez egy olyan meghatározó élmény volt, ami azóta is végigkíséri az életemet, és minden alkalommal, amikor lehetőségem van, elmondom ezt a kis történetet vagy élményt. Erről a kalandos útról egészen Bátaszékig, ha hallhatnánk egy keveset. Ugye mi, illetve az én családom, szüleim, nagyszüleim Drávafokon laktak. Ez Szigetvártól lefelé, a Dráva felé 17 kilométerre ormánsági kis falu. Ott gazdálkodott nagyapám, és hát a családja is természetesen. És tehát ez az 50-es években nem volt igazán államnak tetsző, vagy politikailag igen visszás volt egy kicsit. Annak ellenére, hogy ők egy elismert nagybirtokos, mondhatom azt is, hogy nagybirtokosok voltak, és a többek között ők építették 1945-ben, a 46-ban, bocsánat, a drávafoki templomot. Tehát nagyapám saját kezüleg anyagi hozzájárulással és mindenféle eszközzel támogatva építették a drávafoki katolikus templomot, ami ma is hát működik, és hát hála Istennek vannak hívek is. Tavaly voltunk éppen ott, idén elmaradt még, majd valószínű a Minden Szentek környékén fogunk megint visszamenni oda. De is ugye 50-ben jött a kulák rendszer, és 1950. június 23-24-re viradó éjszaka, hát sajnos kevesek által ismert körülmények között 10 000 embert az osztrák határtól a román határig sáv szélességbe elhurcoltak, és a Hortobágyra deportálták őket, zárt rendőrökkel, őrzött és körülzárt táborokba zárták be őket, körülbelül 10 000 ember volt ott, és hát elég tragikus körülmények között nagyon sokan életüket vesztették ott a kukoricásföldön, meg egyéb erdőszéleken temették el őket, vagy hantolták, inkább így mondom, hogy hantolták el őket a prébékek. Volt, aki a Jóisten kegyelméből megmenekült és túlélte,
ezt a szörnyűséget, és 40 hónapig voltak ők ebbe a táborba, ami egy embertelen körülmények között volt. Fegyveres őrökkel mehettek WC-re kíséretébe, nem volt meleg vízük, nem volt hideg vízük, egy kút volt az ő táboruk, ugye ez is a sorsvintora, Lenin tanyára kerültek ők, mert milyen nagy dolog egy kommunista vezetőnek a nevét viselő tanyába raboskodni. És egy kút volt, amit az ötödik vödör után már csak kiszapott adott, úgyhogy tehát el lehet képzelni, ahol kisgyerekek, én ott születtem. Tehát akik most nevelik a gyereküket és látják azt, hogy ilyen pelenka, olyan légzésfigyelő, olyan deréktámasz, meg ilyen babakocsi mellett, vagy reklamálnak az egészséges fejlődés miatt, akkor nekünk, akiknek a pelenkája úgy volt, hogy édesanyám összehasogatta édesapámnak az ingeit, és abban voltam, vagy akár a nőknek a problémáit, egészségügyi problémáit lehet végig gondolni, hogy micsoda állapotok uralkodhattak ott. Orvos nem volt, emberektől el voltak zárva teljesen, a környező pusztákat velük dózeroltatták le, hogy még nagyobb legyen az ellenállás, tehát még a társadalmi rétegek között is ezeket az embereket meggyűlöltessék, és ugye jelszó volt, hogy ne csak őriz, hanem gyűlöld is. Tehát a rendőrségnek, a karhatalomnak ez volt a jelszava, hogy ne csak őrizd, hanem gyűlöld is ezeket az embereket, mert ezek az osztály és a nép ellenségei, és ők gazemberek. Annak ellenére, hogy grófok, porti rendszerbe levő ezredesek és különféle, tehát a polgári rétegnek is az elitjei voltak oda zsupolva, hiszen ezektől az emberektől féltette a hatalmát a Rákosi rendszer, hiszen ők olyan vezető erőt képviseltek egy-egy faluba, ami meghatározó volt, esetleg ellenállásra is buzdíthatott volna. És hát ez sajnos ez egy tragikuma a magyar történelemnek, ami igazából nincsen kibeszélve, ami igazán nincsen rendbetéve. Nagyon sokat beszélünk ugye a recski táborról, amiről mindenki tud, nagyon sokat beszélünk a gulágról, amiről mindenki tud, nagyon sokat beszélünk a holokausztról, ami mindenki tud, amelyik mindegyik maga egy-egy tragédia, egy-egy tragikum annak a társadalmi rétegnek az életébe, de ha belegondolunk abba, hogy a recsk az a Hortobágy után indult. Ugye a recsket azt július vége felé találták ki, kvázi, a Hortobágy pedig június 23-24-re viradó éjszaka vitték el a 10 000 embert. Ugye a holokausznál ugyanazt kinézett egy népcsoportot a hatalom, és elvitték. De itt, ahol a magyar ember hurcolt el a magyar embert, és mondhatom azt, hogy farkasává tette egy népcsoportot, mert ezek az emberek ártatlanul, ítélet nélkül, mindenféle bírósági eljárás nélkül lettek elhurcolva. Éjszaka felzörgették őket hajnali 2-3 óra környékén, és kiadták a jelszót, hogy fél órájuk van arra, hogy 50 kiló csomagot összepakoljanak, és menjenek az állomásra a saját eszközükkel, kocsijukkal, lovukkal, és utána nincs
a ismeretlenbe vitték el őket, bezárták egy vagonba, és három napig vitte őket a vonat, és végül megálltak a Hortobágyon, amit ők nem tudtak, hogy a Hortobágyon vannak, hiszen három nap alatt bárhova is elvihették őket, és hát ugye egy zárt helybe, ahol egy vagonba két család volt bepakolva állatokkal, mert mondták, hogy vigyenek lovat is, meg vigyenek tehenet is, mert majd milyen jó lesz, és akkor hát ezek a jószágok, eszközök, kocsik, biciklik, egyéb dolgok fönnmaradtak a vagonban, amikor őket ledobálták a Hortobágyi puszta közepén, és ezeket elvitték, és ők ott maradtak az összekötött batyujukkal a porba, szemétbe. És hogy tudtak ők onnan élve hazajönni? Egyáltalán haza tudtak jönni? Mikor szabadult a tábor, ugye Nagy Imre 53-ban felszabadított a tábort, persze ez nem úgy történt, hogy akkor na, viszont látásra kinyitjuk az ajtókat, és viszont Isten áldja magukat, hanem egy folyamatos heti 10-20 embert engedtek el, ugye hát a Lenin tanyai táborban 650 ember volt bezárva, mert ez is egy koncepció volt, hogy azt a aratási munkát, ugye aratási időszak volt, amikor vitték őket akkor is, ugye ingyen munkára használták őket, és az aratás idején nyitották meg a táborokat is. Tehát be kellett fejezni az utolsó ember, vagy transport az október végén került ki. Mi ugye szüleim hitére jellemző, és a Jóisten kegyelme, figyelme rajtunk volt, valószínűleg Nagy Boldogasszony napján, most lesz jövő szombaton, ugye a Nagy Boldogasszony napja augusztus 15-én, akkor szabadultunk. Úgyhogy nagyapám, nagyanyám, édesapám, édesanyám és én, mert a bátyámat, aki szintén ott született, mert édesanyám 6 hónapos állapotos volt bátyámmal, amikor elvitték őket. Egy éves korában a rendszer kegye folytán elengedték, akinek volt lehetősége, hogy valahol családba el tudják helyezni, akkor azt elengedték azokat a kisgyerekeket, és nagyszüleim, anyai nagyszüleim, ők vállalták természetesen, hogy ne vállalták volna, hogy elvitték bátyámat, és ő 4 éves korába került vissza szüleimhez, és hát ugye ennek a tragédiája, hogy nem fogadta el őket, tehát idegen emberként reagált a szüleim örömére, hogy végre viszont láthatják a gyereküket, és ez az állapot, ez sajnos ez végig kísérte a kettőjük kapcsolatát. Annak ellenére, hogy jó gyerek, jó családba volt szülői szempontból is, azt gondolom, hogy maximális figyelmet fordítottak mind a kettőnkre, mégis ez a 3 év, ami a szülőktől távol volt, ez rányomta a bélyegét. És miért pont Bátaszék? Ez is egy érdekes történet, mert Bátaszék ismeretlen volt tulajdonképpen. Ugye Drávafok, meg Hortobágy azért nincs azonos útvonalon. Ugye az első lehetőség az volt, hogy kaptak egy levelet a táborba a drávafoki tanácselnöktől, amiben leírja a tanácselnök, hogy ő visszavárja a Kajsza családot a faluba. Egyedül kapták egyébként ezt a levelet, és a táborparancsnok ott előttük összetépte, hogy ez a levél ez nem érkezett meg. Volt egy elképzelés,
ugye mivel osztályidegennek voltak ők nyilvánítva, nem mehettek a határsába, Drávafok a határsába volt. Nem mehettek Budapestre, nem mehettek öt szocialista nagyvárosba, tehát Budapest, Várpalota, Miskolc, akkor azt hiszem, hogy Dunaui város, és még valamelyik most hirtelen nem jut eszembe, városok ki voltak zárva a letelepedés szempontjából. Elsődlegesen azt szerették volna, hogy ott maradjon, tehát kössenek szerződés az ottani állami gazdaságokkal, és különféle lakás lehetőségeket biztosítottak volna, jószágot adtak volna, ingyen természetesen, csak-csak maradjanak ott, hogy a munkaerő biztosítva legyen. Hát persze ebből az elképzelésből nagyon kevesen igényeltek, és volt, aki ebből üzletet csinált egyébként, és ötször jelentkezett vissza, és, de hát ugye más életszemlélettel volt, esetleg más családi háttérrel is. Nagyanyámnak Budapesten lakott az öccse, és ott ugye első örömbe, vagy indulásba a Budapestre mentek, hogy akkor öcsém, itt vagyunk, hogy el tudtok dugni bennünket valahova. Ők a 22. kerületben laktak, tehát kint a város szélén. Aztán úgy alakult a körülmény, hogy nem fogadták be őket. Persze tudni kell, hogy 3 éves rapság után, vagy 40 hónapos rapság után, hogy néztek ki az emberek, hogy lerongyolódva, földönfutóként, a mostani hajléktalanok azok egy szalon képes embereknek néznek ki őhozzájuk képest. Ahogy akkor kinéztek, láttam fényképeket, amik hát ezt bizonyítják. És hát édesapám mesélte, hogy az állomáson úgy húzottak el tőlük az emberek, mert olyan állapotban voltak. És akkor ott maradtak egy nagyanyám, meg édesanyám, meg én Pesten 2 napig, és akkor lejöttek Pécsre, mert egy rokon Pécsen lakott. És hogy hát, ha ide befogadják őket. Ide se fogadták be őket, mert a lakáskörülmények, meg egyéb körülmények, és egyébként meg nem akarták befogadni. De akkor lement nagyapám, meg édesapám, lement Drávafokra ennek ellenére, hogy hát, ha van valami lehetőség. És másnap megjelent a rendőr náluk, hogy ők mit keresnek itt, amikor ők kitiltott emberek innen a faluból, és nem kívánatos személyek. Tehát innentől kezdve ugye biztos pont volt, hogy őket figyelik, és minden lépésük kontrollálva van. És akkor eljöttek Bátaszékre, mert keresztanyám, édesanyámnak a nővére Bátaszéken lakott, nem oda ment férjhez, de oda kerültek ők is, és unokaöcsém aznap született, augusztus 15-én. Édesanyám, vagy keresztanyám kórházban volt, keresztapám nem is volt otthon, oda mentek, és akkor este megérkeztek, és akkor hát persze gyertek ide, itt van, másfél szobánk van, szolgálati lakásba, az egyik szobába elleztek ti majd öten, addig, amíg valamilyen lakáskörülményt nem találtok. És akkor így lett aztán a Bátaszék lakhelyünk, de ugye az is csak lakhely lett, mert se munkahely nem volt, se megélhetés nem volt. Édesapám vagonokat járt kirakni,
aztán szegény majdnem meg is nyomorodott, bár ez még a táborban mondta, és a kezét összenyomta egy rönk, és hát majdnem le kellett vágni, ha nincs egy zsidó orvos, ugye azért a üldözött népek azért figyeltek egymásra ilyen szempontból is. Egy zsidó orvos a debreceni kórházban azt mondta, hogy már pedig ennek az embernek nem vágjuk le a kezét, és ezért megmaradt a keze, annak ellenére, hogy most, tehát olyan állapotban van, hogy most az ing begombolása nehézségbe ütközik, mert a húst kinyomta a rönk a kezéből, tehát ez is csak egy ilyen kis adalék hozzá. És édesanyám aztán jelentkezett takarítónak az áfészboltba, és a pártitkárat azt mondta, hogy csak nem gondolja, hogy a nép ellenségére fogjuk bízni majd a nép vagyonát, és nem vették föl takarítónak sem. És akkor a körzeti orvos, Szent Lőrinci Géza bácsi, azért mondom ezeket a neveket, mert ezeket érdemes megjegyezni, és tehát az emberségük miatt ők felfogadták bejárónőnek, és ott dolgozott édesanyám, amíg aztán Benkó Iván bácsi, az iskolának az igazgatója, általános iskolának az igazgatója megkereste, valahol utána érdeklődött, hogy egy felvidéki ember volt, ugye ez is az üldözött kategóriába tartozott, hiszen őket meg felvidékről hordták, zsupolták Bátaszékre, és hogy kellene tanító, és hogy jöjjön el az iskolába tanítani, hát ismerték, vagy utána érdeklődtek az ő végzettségüknek, és édesanyám mondta, hogy hát igazgató úr, én üldözött ember vagyok, hát engem nem lehet. Azt mondja, én ezt már elintéztem, én ennek már utána jártam, én garanciát vállaltam magáért, és jöjjön. És akkor édesanyám azt mondta, hogy ő inkább óvónőnek menne, óvónőre is szükség volt, és akkor így került 1960-ban, tehát ugye 53-ban szabadultunk, és 60-ban, ez a 7 év, ez ilyen lógós idézőjelbe időszak volt, amikor nem volt munka, nem volt lehetőség semmi elhelyezkedésre. Így került a kecskeméti óvónőképzőbe, és akkor végül is a Bátaszék és körzete óvoda vezetőjeként, igazgató helyetteseként, tehát a központi vezető helyettesként ment nyugdíjba. De édesapámnak ugyanez az életút volt, mert ugyanúgy mindenhonnan, ahova jelentkezett, és vették föl az emberségbe segíteni szándékkal, egy-egy munkahelyre, és akkor jöttek a fekete autók, és hogy hát hogy képzelik, hogy itt osztályidegent alkalmaznak. Volt, aki megírta az önéletrajzát, hogy mi maradjon benne, mit hagyjanak ki belőle, hogy ne legyen gond. Aztán végül is a Barneválhoz fölvették, ez egy baromfi feldolgozó, és kiskunhalasi gyárnak volt a kirendeltsége, a bátaszéki kirendeltsége, a Barneval, és kocsi kísérőknek vették föl, tehát följebb lépett a ranglétrán, és akkor mindig följebb, és végül is a bátaszéki üzemegységnek az igazgatójaként ment nyugdíjba 1991-be, de 1989-be ez is egy kis adalék hozzá a történethez. Ment át hozzájuk a Barneválhoz a helyi körzeti megbízott rendőr, hogy Józsi bácsi, nem megy valaki Szekszárdra, mert 89-ben még nem volt minden
rendőrőrsön autó, és be kéne mennem a kapitányságra, és mondta neki édesapa, hogy de Pistikém vagy Janikám, egy fél óra múlva, ha neked ez alkalmas, akkor én megyek be Szekszárdra, beviszlek szívesen. És akkor hát útközben beszélgettek, és akkor megkérdezte tőle ez a rendőr, hogy Józsi bácsi tudja maga, hogy magáról még mindig jelentenek a rendőrségre. 1989-ről beszélünk, igazgató volt édesapa akkor, és ez így történt. De megmaradt a hitük, megmaradt a jó Istenbe, Máriába vetett bizodalmuk, és ők most is azt gondolom, hogy, illetve most már csak édesapa, sajnos mert édesanyja 4 éve meghalt, hogy ennek a hitnek a birtokába élik a napjaikat. Nagyon messze jutottunk Fischer Annitól és attól a bizonyos zongorakoncerttől. Hova tovább? Hát most a fiúkkal már át is kezdtük, hangszerelve a Pisztrán Götös a kvártetre. Ezt a koncertet türelmetlenül várjuk. Köszönjük szépen a beszélgetést. Önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!